Halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt a 4609-es számú út 28-as kilométer szelvényében Tiszajenő és Jászkarajenő között. A rendelkezésre álló adatok szerint egy személygépkocsi közlekedett Jászkarajenő irányába, mikor haladása során elütötte a vele azonos irányba tartó kerékpárost. A baleset következtében a kerékpárral közlekedő férfi a helyszínen életét vesztette. Az ügyben megkezdődött az ügy nyomozása. A rendőrök megtalálták a helyszínen az okozógépkocsi rendszámtábláját, illetve Tiszajenő külterületén a rongálódott személygépkocsit is, melyről azonban megállapították, hogy azt nem a tulajdonos vezette a baleset időpontjában. A rendőrök megkezdték az adatgyűjtést, nyomozókutyát is indítottak, illetve a körzeti megbízottak összefoglaló munkája alapján sikerült másnap, azaz november 18-án a délutáni órákban elfogni a járművezetőjét, aki egy 38 éves jászkarajenői lakos. A tettest előállították a szolnoki rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként kihallgatták, majd őrizetbe vették. Az eljárás során azt is megállapították, hogy a jármű vezetője vezetői engedéllyel nem rendelkezik. A gépjárművezető segítségnyújtás nélkül elhagyta a helyszínt. A rendőrök több napig keresték, végül elfogták és kezdeményezték letartóztatását.